Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön gyorsan kértétek, Call of Duty Black Ops 3 beállítások videó, hogy javarészt, nagyrészt megszabadulj attól a bizonyos input lagtól, ami van az egéren, mert ugye kodnál az FPS szám és az egér valahogy így össze van kapcsolva, és ez nagyon nem szerencsés egy shooterben, és mint fogom mondani talán az egyik videómban, vagy már mondtam és nem tudom, ezen fog múlni az egész játék sorsa. Ha nem lesz normális egér, ez a játék bukni fog, de akkor át. Pedig kár lenne érte, mert meg jó kis játék, fun játék, de na mindegy. Próbáljuk ki kihozni a maximumot, amit lehet belőle. Rámegyünk, hogy menü, options, először is átugrunk ide az egérhez. Mouse acceleration, mouse filtering, az teljes mértékben legyen kikapcsolva. Itt aztán olyanra állítját, amilyenre kényelmes, bocsánat. Akkor ha itt végeztünk, átjövünk a grafikára. Na most ugye a legtöbben, ahogy észre gondolom, minél jobban fel szeretnétek húzni a felbontást, és hát, amit látjátok, nekem 1360x768 van, kérdeztétek el, hogy miért, hülye vagy te srác, hát tolhatnád Full HD-ba és anyám kínjába. Nem, azért nem, mert nálam nem egy monitoron van a gép, hanem egy baszod már tévén, aminek a... hogy mondják ezt magyarul, a native felbontása, tehát a rendes felbontása 1360x768 van, és a gép is azt szereti használni leginkább, úgyhogy kivételesen ennél a játéknál, hogyha fölveszem ugye 1920x1080-ra, akkor kezdenek el jönni az első FPS lagok. Input lagok és FPS lagok, miért? Mert ugye nagyobb grafikán jobban terül a videógépet, és jobban ugrál az FPS szám, és a kodnak a motorja sosem volt egy stabil FPS számú valami, de és emiatt jobban ugrál. Na most, hogyha jobban ugrál az FPS, és ugye az egér össze van kötve az FPS számmal, eleve egy input lag következik. Még akkor is, hogyha lehúztad a mouse filteringet és az acceleration, szóval srácok, arra vigyázni kell. Azt le kell húzni teljesen, és mondom, hogyha ugrál az FPS-ed, azért lesz input lagod, és nagyon-nagyon macera volt, amire úgyisten igazából ki következtettem ezt. Na most a Scene Resolution Ratio-t nem tudom hányon van, ha alacsonyabb mint egy, akkor hagyd úgy, ahogy van, ha magasabb volt mint egy, akkor húzd le egyre, egy szép éles képet fogsz kapni, ami nagyon kell egy ilyen shooterekbe. A fényerősség, amire akarod, a Field of View-t pedig, amit elbír a géped, én úgy döntöttem, hogy kicsit meghagyom olyan 60 akárhely környékén. Akkor kiveszed ugye a Sinkerfield, Drawfish, ezek nem kellenek. Jön az Advanced résznél, van még egy dolog, amit be kell állítani. Na itt olyat állítasz be, amit akarsz, de ha akarod látni a környezetedet, akkor Texture Quality Extra, a Filtering Medium, a többi low, mert nincs rájuk szükséged. És kikötöd a max frame per second-öt 90-re, 60-ra vagy 30-ra, attól függ, hogy hogy bírja a gépet, de például ugye nekem, hogyha én most ezt max unlimitedre állítom, valahol 120 környéken fut, és azért, hogy biztosan stabil FPS-em legyen minden szituációban, ezért inkább 90-re lekötöttem, ezért folyamatában 91 az FPS és játék közben, és emiatt ez a bizonyos input lag az eltűnik, de szerintem ha megnézitek a régebbi videókat, szerintem tudok gyorsan is mutatni egyet, ha megnézitek a régebbi videókat, akkor láthatjátok, hogy nagyon így kicsúszik az irányítás a kezem alól, de ezzel a beállítással már egészen jó, csak egy rövid kis bemutatót szeretnék csinálni, hogy már egész jó, egészen jól megy az irányítás. Lehet egy kicsit elmondani, de most nem az van, hogy itt kicsúszik a kezemből, hanem ahogy rámutatom, azonnal reagál 1700, tehát 720-ben, és elég éles a kép is, és a többi, és a többi. Jaj, ez a fegyver, vagy most ez a fegyver lett a kedvencem. Két golyóból öl. Azért jó, akármilyen távol két golyóból öl, ha sikerül eltállni, természetesen, de... elég jó az húsz. Jó fegyver, érdemes. De ahogy nézem... ez meg... De ahogy nézem... ezt megúsztuk. Ahogy nézem, a félautomata fegyver, ami három golyókat lő,
az lesz a divat, azt nézheted az ember OP-nak, és a többi, és a többi. Securing C. Szóval látjátok, most már azért a közelharci csatákat is egészen meg lehet nyerni, nem szabadó a... Ah, benében. Na, ennyi lett volna ez a kis bemutató. Amit látjátok, hogy tényleg kényes az irányítás, a közelebbi csatákat is meg lehet nyerni, kicsit jobban ki lehet taktikázni, nem azon, hogy így húzom az egeret, és arra megyem, erre ő akar, mint az előző videóban, úgyhogy kicsit értelmesebb videókat lehet csinálni. A zavaró az igen, hogy 1080p-ben nem tudom játszani, mert ha nem, akkor rögtön jönnek ezek a bizonyos tagok, és akkor nem tudok velük mit csinálni, és akkor ilyetlen összeom játszani. Így meg is kell, és nagyon remélem, hogy ezt miután véget ér a beta, teljes mértékben ki fogják szedni, mert ez így szörnyű, és ezen múlhat vagy múlhat a játék sosem. Egy FPS shooternál, ahol az egyének a legfontosabb szerepe losing B. Ezt eljátszani, ez azért nagyon szörnyű. Szóval meg na jó van, srácok, ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, szóval.